Köszöntöm Önöket! Szomorú hírt lehetett hallani a közelmúltban, a napokban a birkózás házatájáról. Lehet, hogy törlik az olimpiai sportágak közül. Vendégünk Kuruc István, a téma szakértője. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, és én is nagy tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit. Tegyük tisztába dolgokat, mi történt valójában? Először is talán ott kezdeném, hogy köszönöm szépen a televízió stábjának az érdeklődést. Ebből leszűrtem azt, hogy az elmúlt 18 év közvetítése a birkozó versenyekről azért valami nyomot hagyott azoknak is a lelkébe, szívébe, akik nem kötődnek egy az egybe a birkozáshoz. Hát mi történt? Hát én is így teszem fel a kérdést, hogy mi történt. Tudnélik, ezt a legrosszabb bánunkba se gondoltuk, hogy ilyen létezik. Ezelőtt hónapokkal szó volt 3-4-5 sportágról, akik esetleg kikerülhetnek, hisz minden második következő olimpia előtt hoznak bizonyos döntéseket, ez különben mindig is így volt. És ugye most a 2020-as olimpiáról beszélünk, tehát nem a 2016-osról. És addig ugye nem került szóba. Szóba került egy pár sportág, olyanok, mint a tollaslabda. Tehát nem voltak azért tollaslabda, ennyire jelentőségteljes meg ilyen, sportágak. Így van, és a birkozás ekkor még szóba se került. És egyet ugye tudni kell, hogy ez a birkozó sport már az olykori olimpiákban is, mint birkozás szerepelt, hisz ha belegondolunk, a birkozás az a legalapvetőbb emberi ösztönös mozgás, hiszen a gyermek még mikor megszületik, még járni sem jár, de már mikor mászik, már anyut, aput az ágyba birkozza le, tehát egy alapvető ösztön, nem beszélve arról, hogy egyéb nagyon sok más sportágnak is az alapját képezik, sőt, elég eredményesen művelik, akik birkozók voltak. Hát azért én úgy gondolom, hogy mégis egy kis tájékoztatást szükséges ehhez adni, ez pedig lenne annyi, hogy a birkozó sport az 4 földrészen van jelen, és mintegy 180 sportágba űzik ezt a sportot, val, ahol ez nemzeti sport, ahol az iskolai tantárgyba be van építve, nem akarom felsorolni az országokat, de ha csak azt mondom, hogy Törökország, és egy jó pár helyen, Irán, akkor azt hiszem, hogy ezzel sok mindent elmondtam. Azért is érdekes dolog, mert a pekingi, illetve a londoni olimpia után az értékelésnél külön kiemelték a birkózó sportot is, ahol maga a versenyek, nem csak a döntők, hanem a selejtezők is mind a két országban teltház előtt zajlott le. Tehát ez egy népszerű sportág, ezt nagyon, el lehet ez egy nagyon, de ez egy nagyon népszerű sportág, hát ha csak ugye, amit az előbb mondtam, hogy 180 országban jelen van. Na most, ha azt nézzük tovább, hogy ez ugye jelent 18 olimpiai aranyérmet minden 4 évben, és ha az ezüstöt meg a bronzot is hozzászámolom, akkor ez 72 érem, és ez a 72 érem is Londonba mind a 4 földrészre 26 országba jutott az érmekből, amit úgy gondolom, hogy ez önmagáért beszél, hisz egy hatalmas nagy területet ölel fel. Én úgy gondolom, hogy a világon, ahol sportról beszélnek, és főleg ebben a 180 országban, ahol jelen van a birkozó sport, ez igen nagy felháborodást keltett, és vannak olyan részek, amik túlmutatnak a sporton. Tehát ha azt mondom, hogy akik, hogy finoman kifejezzem, nem voltak jó viszonyban országok, és itt vezető országról beszélek, például Amerikát és Iránt, akik egymás országában nem tették a lábukat, mikor ez kiderült, abban a pillanatban diplomáciai kapcsolatba léptek egymással, pont azért, hogy ez a birkozás fennmaradjon az olimpián. Most volt 2 hete, 23-24-én, Szombathelyen, a magyar nagydíj, ahol 18 ország volt jelen, hát ugye ott is ugye az ország birkozó
sport, illetve földrészek vezetői is jelen voltak, és természetesen szóba került a birkozásnak az olimpián való szerepe és részvétele. Milyen eszmecseréket folytattak e témával kapcsolatban? Mi volt az általános vélemény? Hát például elmondanám, hogy a görögök például olyan nyilatkozat is tettek, természetesen ez beszélgetés formájában, hogy az olimpiát ők hozták létre, a birkozósport szerepelt az ókori olimpián, és ha ezt leveszik, akkor megfontolóra teszik, hogy az olimpiai névhez hozzájáruljanak-e, illetve az ötkarikához. Tehát idáig elment a dolog. Elment odáig a dolog, hogy erre a versenyre, erre a magyar nagydíjra jelent meg egy füzet, amelyben dr. Hegedűs Csaba is dedikált, mondott egy köszöntőt, ebbe is egy pár szóba került az olimpia, és úgy fogalmazott, és úgy írta le, amelyet én alá is írattam vele, hogy így legyen, azt mondta, hogy ha tényleg ez bekövetkezik, és leveszik az olimpiáról, ezt ahhoz tudja hasonlítani, mint az égboltról a föld felől levennék a napot. Tehát én úgy gondolom, hogy a világ birkózó országai nagyon, de nagyon összefogtak. Ennek a 180 országnak hatalmas ereje van. Mit gondol, vissza lehet ezt fordítani? Én úgy gondolom, nem, ez még nem eldöntött tény. Azt tudom, ez nem mikor várható tény. Egyébként a döntés? Májusban lesz egy döntés, és szeptemberben lesz egy végleges döntését is, és itt jegyzem meg, hogy a 2013-as világbajnokság, birkozó világbajnokság az éppenséggel pont Budapesten lesz, és akkor lesz a végleges döntés, de én úgy gondolom, hogy már most nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek, illetve tettek. Japán és Törökország például, ahova 2020-as olimpia lesz majd rendezve, majd az még eldől, hogy ez Japánban vagy Törökországban. Japán 4 olimpiai aranyéremmel rendelkezik, Törökországot azt összömmel sem merem számolni, mert az pláne nagyon sok, és náluk ez ugye nemzeti sport. Külön létrehoztak egy olyan világcéget, aki egy prezentációval fog majd a Nemzetközi Olimpiai Bizottság végrehajtó bizottsága felé egy ajánlást tenni a birkózó sportért. De Irán már 100 országba gyűjtött például aláírást, mert én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy nagyon sok országba, többek között Magyarországon is, olyan népszerű legyen továbbra is a birkozás, mint ami eddig volt, ahhoz kellenek eszményképek, és ezek az eszményképek általában az olimpiák, mert a gyermek, én magamról is tudom, illetve a gyerekeinkről, mindenki arról álmodozik, hogy egyszer magyar bajnok legyen, egyszer vagy Európa, vagy világbajnok legyen, és netán majd egyszer olimpiai bajnok legyen, hisz ez egy igen hatalmas nagy vonzerő. Ugye beszéltünk most, vagy most mondja, hogy ugye ez gyakorlatilag ez a motiváció. Mit gondol, hogyha ne adj Isten az a döntés születik, hogy leveszik az olimpiai sportágak közül, akkor mi lesz a motiváció? Tehát marad az, hogy világbajnok lehetsz, fiam, vagy jó, nem semmi, tehát én soha nem leszek világbajnok, meg 100 000 millió ember nem lesz. Nem lesz soha világbajnok, de köszönöm szépen. De gyakorlatilag, tehát hogy mivel lehet majd akkor motiválni a csemetéket? Én úgy gondolom, hogy nagyon, de nagyon nehéz lesz, és ez biztos, hogy meg fogja érezni a sportág, annál is inkább, hogy az elején mondtam, hogy más sportágaknak is meghatározó szerepei voltak a birkozók. És azért hagyd mondjak egy pár példát, mert ez érdekes. Például, aki Európa bajnok volt birkozásba, pár hónap alatt átállt, mert éppen karatéba volt Európa bajnokság, és ugyanabban az évben karatéba is tudott Európa bajnok lenni, de úgy, hogy előtte 10 évig birkozott. De mondhatok másik példát is. Növény Norbert olimpiai bajnok lett birkozásba, és az egyéb eredményeket nem is mondom, csak így a legnagyobbakat.
rá két évre kickboxban világbajnok lett. Tehát ez egy jó alap gyakorlatilag. Így van. Ha azt mondom, hogy Lengyel Roland világbajnoki második helyezett volt ifjúságban birkozáson, most ezt onnan tudom, hogy a fiammal birkozta a magyar bajnoki döntőt, amin esetleg még talán az is eldőlhetett, hogy kimegy majd a világbajnokságra. Ő a birkozást abba hagyva egy hét után leigazolt az MTK-hoz, aki akkor bajnok csapat volt, és éveken keresztül a kezdő játékosa volt. De ugyanazt el tudom mondani más sportákban is, hogy nem fért már bele a birkozásba az első hatba, átment például súlytemelni 8 éven keresztül abba a súlyba, ő volt a válogatott, mint súlyemelő, de más sportákban is el tudnám mondani. Tehát nagyon sok más sportágnak is adja az alapját. És én úgy gondolom, hogy ha, és erről mi nem is beszélünk, tehát birkozó berkeken belül azt mondtuk, hogy ilyen nem lehet, ez az olimpiának a megtúrkolása lesz. Vagy van-e valami tervük esetleg? Én úgy gondolom, hogy nem csak a Magyar Szövetség, hanem hát ebbe dr. Hegerűs Csaba elnök úr, én úgy gondolom, hogy nagyon nagy erőfeszítéseket tesz a megfelelő kapcsolatai révén, és mindenkit támogat abban, és ő is támogatásáról biztosít mindenkit, hogy a birkozás az olimpiákban megmaradjon. De itt nem csak a birkozó sportról van szó, ha jól tudom, és biztos, hogy jól tudom, ma például 17 órakor a parlament, a magyar parlament dönt arról, hogy a birkozás mellett felemelje a szavát, és az mellett, hogy a birkózás maradjon meg az olimpiai sportágban. Uh-huh. És ez máshol is úgy van. Nem csak a birkózás, hanem általában ott áll mellette az ország vezetése, kormánya, parlamentje nagyon, de nagyon sok helyen, és ez nagyon örvendetes, hogy ez Magyarországon is így van, és ma valamikor 5 óra után születik meg ez a döntés. Tehát az, hogy mi lesz, ez egyértelmű, de hogy ezt kinyilvánítsák, ez 17 óra után lesz. Mit gondol, hogy kerülhetett erre a listára fel a birkózás? Ez, mint ahogy mondtam, hogy a következő olimpiák, tehát most ugye 20-asról beszélünk, itt mindig van egy végrehajtó bizottság, és ez minden alkalommal így van, hogy átnézik valamilyen 39 pedig szempont alapján. Pedig sorsolják, vagy nem tudom képzelni. 39 szempont alapján valahogy megnézik, ezt nem tudjuk, hogy mi ez a 39 szempont, hisz mondom, az első körbe benne sem volt. Én úgy gondolom, hogy mint ahogy máshol is, a világ nagyba fordult, és elment az anyagiasság felé. És én úgy gondolom, hogy ebben döntő szerepe van az anyagi oldalaknak, ez mindig is hozzáteszem, általában a szegény emberek sportja volt, vagy a birkózáson keresztül hát jutottak el odáig. Gyakorlatilag. Vagy a birkózáson keresztül jutottak el odáig, hogy ledoktoráltak, komoly szakmát szereztek, és én úgy gondolom, hogy ez az egyik dolog. Tehát maga a pénz, ami nem jó, hogyha egy olimpiában és a sportban benne van. A másik pedig len, amit már említettem, 18 aranyérem, 18 ezüst és 36 bronz, tehát összesen. Ebben van egy olyan, hogy megindultak a lobbik, és azok az országok, a 180 kivételével, illetve akik eredményesen szerepeltek, ez 80 ország, ahova szétment az aranyérem, meg a bronzérem, ezek az országok végeredményben, hogy is mondjam, hogy ne legyek túl durva, tehát én úgy gondolom, hogy pályáznak egyesek erre a 62 éremre, mert ez nagyon meghatározó, és az is meghatározó, hogy melyik országba űzik ezt az igen kemény férfias sportot, mert a legkeményebbek közé tartozik, és nem mindegy, hogy egyes országoknak ez javít a helyzetén, vagy ront a helyzetén. Hát kíváncsiak vagyunk, hogy szeptemberben mi lesz a döntés, utána még majd erről fogunk beszélgetni. Beszéljünk most egy picit vidámabb dolgokról. Említette, hogy két hete volt Szombathelyen egy bajnokság. Voltak-e karcagi gyerekek, vagy milyen eredmények születtek a közelmúltban? Hogy szerepelnek a fiaink, lányaink esetleg? Vannak-e lányaink? Igen.
De én még egy mondatot szólnék az előzőről, és én azt azzal zárnám, hogy az olimpián volt és lesz is birkozás, és sosem fog eljönni az az idő, mikor egyáltalán majd szóba kerüljön az, hogy kérdőjellel, hogy ugyan lesz-e. Én bízom benne, hogy lesz, és nem csak bízom benne, tudom, ennek így kell lenni, így legyen. Mert másképp nagy baj lesz maga az olimpiai szellemmel is. Másik kérdésre válaszolva, hát ugye ebbe az évben is megkezdtük a versenyzési sorozatot, és hát már két nemzetközi versenyen túl vagyunk, és ezt azért nem említem, a most Szombathelyen megrendezésre került magyar nagydíjhoz, mert ez felnőtt verseny. Uh-huh. Tehát mi azért tudni kell, hogy 14 éves korukig foglalkozunk a gyerekekkel, ha ezen már túléptek, akkor ez azt jelenti, hogy középiskolába olyan helyre kerül, ahol vagy a birkózás révén jut be, hisz vannak sportiskolák, vagy pedig olyan helyre kerül, ahol tudja folytatni tovább. Szerencsére úgy átlagban mint egy 20 gyerek jár le edzésre, hát van mikor 28, van mikor 32, van mikor 18, vagy ugye azért ezt nehéz úgy alakítani, hogy minden egy hét három edzésén mindenki minden edzésen részt tudjon venni. De mint ahogy mindig is volt, most is vannak kiemelkedő egyéniségeink, akikből bízunk benne, hogy komoly sportemberré válhat, illetve én mindig azt szoktam mondani, hogy egy komoly emberré, és ebbe benne van ez is. Természetesen vannak a lányaink is, meglepően aránylag szép létszámmal, mint egy 4-5 leány gyermek jár birkózni, és aminek nagyon örülök, nem imádnak ott lenni. Nem félik a fülüket, mert ugye a birkózóknál, vagy ők azért nem. Nem. Hozzá kell tenni, hogy azért nálunk az, hogy birkozó edzés, ez természetes. De azért a birkozó edzésnek tudni kell, hogy 60-70%-a, ez egy nagyon jó testnevelési óra, ahol én úgy gondolom, ahol nagyon, de nagyon sokat fejlődhet fizikálisan is, csoportszellem kialakításába is, összetartozás nézve is. Egy nagyon jó kis társaság, emberanyag, és itt a fiúk, a lányok tényleg a lehető legjobb barátok, és lehet, hogy és ez most a birkozásról vetítem, hogy lehet, hogy mikor föllép a szőnyegre, akkor az egyik legnagyobb ellenfele áll vele szembe, de ezekből születnek a legjobb baráti kapcsolatok, és ez érezhető is, hogy egymásért viszont a tűzbe vennének. Két nemzetközi versenyen is voltunk, ahol sikerült érmeket szerezni, nem is egyet, nem is kettőt, hármat, négyet, aki figyelemmel kíséri a karcagi hírmondó újságait, megjelennek ezek az eredmények. Most legutóbb is oda voltunk versenyen, szintén három harmadik, két második helyjel végeztünk, úgyhogy éppen most írtam meg a cikket, amit majd ezután adok le az újságnak, épp az volt, hogy most már csak az arany hiányzik, de én úgy gondolom, hogy ezek is a mi lehetőségeinket figyelembe véve, azért ezek igen nagyon szép eredmények, ez köszönhető a gyerekeknek, köszönhető a vezetőedzőnek, hát illetve annak a szülői, nagyszülői háttérnek meg, akik támogatják a birkozó sportot, és bizony ebbe vannak már lányok is, akik érmes helyezést szereztek, és nagyon örülnek ezekhez a szép eredményekhez. Közeljövőben milyen céljaik, verseny lehetőségeik vannak? Vagy ha nem is a közel, tehát még ebben az évben? Igen, hát ebben az évben elég sok versenyünk van, tehát azért mi úgy számolunk, hogy mint egy 20 verseny. Az elég sok megmérettetés. Verseny van, ehhez még hozzájön majd nyáron egy edzőtábor, ami azért egy hetes, most ezt, hogy hol fogjuk megtartani, vagy részt venni, mert mi megrendezni nem tudjuk, mert ez egy komoly összeg, de úgy néz ki, hogy vagy Jászapáti, vagy Püspökladány az, akik szívesen látnak bennünket, és szívesen is veszik, mert megfelelő edzőpartnereket tudunk oda küldeni. Hát ugye majd lesznek a diákolimpiák, amit sajnos ugye itt is csökkentek az anyagi lehetőségek, de mindenképpen részt kell rajta vennünk. Jönnek majd a korosztályos magyar bajnokságok,
szeretnék a 2013 évi Budapestről megrendezésre kerülő világbajnokságra a legjobbak közül legalább egy 3-4 főt elvinni, akik végignézhetik ezeket a mérkőzéseket, és láthatják, hogy hová jutnak, hogyha rendszeresen dolgoznak, keményen dolgoznak, és hát valahogy szeretnénk szintén ezt az évet is eredményesen lezárni, birkózás szempontjából is. Kuruc testvérek, emlékverseny lesz-e az idén? Nagyon bízunk benne, hogy meg tudjuk rendezni, ezt mint egy szeptember legvége, október első felére próbáljuk tenni, mert a későbbieket már igen befolyásol az, hogy évvége felé fogynak a szakosztályoknak a pénzei. A másik az, hogy az időjárás eléggé befolyásoló tényező lehet, mert most, mikor mentünk a nagydíjra, az utolsó 100 kilométert senkinek nem kívánom, olyan hóviharba mentünk. Én úgy gondolom, hogy mikor 5-6-8-10 gyerek az ember háta megett ül, akkor azért talán még nagyobb a felelősség, és én meg az a típus vagyok, hogy reckírozni nem szeretek. Én bízom benne, hogy meg fogjuk tudni szervezni. Azzal kapcsolatban már az első lépéseket megtesszük, ugye, hogy terem legyen, el tudjunk szállásolni, ha külföldről jönnek, mert külföldről is van rá igény, hogy jöjjenek, mert nagyon színvonalas versenyeket szoktunk rendezni. Bízom benne, hogy összejön, és akkor ebbe az évben is meg tudjuk tartani úgy, mint ahogy tavaly, hisz végeredményben 19 alkalom közül egyetlen egyszer volt az, hogy nem tudtuk megtartani, mert nem kevésben van egy ilyen versenynek a megrendezése, legalább egy 150-200 között induló mindenképpen kell ahhoz, hogy ebbe a szép sportcsarnokba egy háromszőnyegen meg tudjuk rendezni. Bízom benne, hogy össze fog jönni. Úgy legyen. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, további jó munkát kívánunk, és visszavárjuk majd egy következő interjúra. Köszönöm, nagyon hogy szépen. Itt volt. Köszönöm én is a lehetőséget. Úgyhogy szívesen fogok beszámolni arról, hogy akkor hogy is alakult ez az olimpiai helyzet. Most is azt mondom, hogy meg lesz. Nem szabad, hogy ne legyen meg. Köszönjük és szorítunk. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket.